A megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által kidolgozott tematika alapján a 2022. júniusában tartott két képzésen kívül 2022. szeptemberében is szervezett érzékenyítő képzést a körzeti megbízotti állomány részére. A Szolnokon megszervezett interaktív csoportos foglalkozás ismét a Szociális és Fejlesztő Központ Szolnok Regionális Krízis Ambulancia vezetője Sándorné Pólik Róza és munkatársa Cakó Adrien vezetésével valósult meg. A tréning jó lehetőséget nyújtott a mindennapi tapasztalatok megosztására, az áldozatközpontú gondolkodás elsajátítására.